A jogosultak január 15-től igényelhetik a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásokat, illetve a hallgatói támogatást a 2015-16-os tanévre a szülőföldön magyarul program keretében. A program romániai lebonyolítója az RMPS adatai szerint eddig már több mint 40 ezer igénylés érkezett be, az érdeklődés folyamatos. A szövetség arra kéri a szülőket, hogy lehetőleg alaposan nézzék át a dokumentumokat, mielőtt postára tennék a borítékokat. Arra is figyelni kell, hogy minden kért adatot szükséges beírni. Az RMPS közölte azt is, hogy az igénylési időszak lejárta után még lesz lehetőség a hiányos dokumentumok pótlására. Ha valaki rájön, hogy a mostanáig elküldött támogatási kérelme hiányos, az február végéig pótolhat. A nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás értéke idén is 17.200 forintnak, a hallgatói támogatás pedig 2.800 forintnak megfelelő lej. A támogatásokat a magyar képzésben résztvevő óvodások, iskolások, szülei, továbbá egyetemisták Érhetik. Az igénylési időszak február 29-én jár le.